Ez aztán a megnyugtató zene. Érzem, hogy ez tökéletes lesz. Üdvözletem mindenkinek, elérkeztünk egy újabb videóhoz, méghozzá egy modos Minecraft videóhoz. Ilyen még nem volt a csatornán, és arra gondoltam, hogy egy-két modot ki fogok próbálni, hogy milyenek, meg ilyenek, és a mai játékunk a Fear Nightfall lesz. Nice. Érted? Elméletileg ez egy ilyen horror mód, és megnéztem, több mint 200 valamennyi mód van ebbe a játékba, szóval, hogy így a gépem, az nem tudom, hogy még mennyire bírja, de kemény, kemény. Fogalmam sincs, mit kell csinálni. Mint mindig. Úgy tudom, van valami története is a játéknak, de talán az a lényege, amit olvastam, hogy hát, mint hogy a címében is van, éjszaka félni kell, de mi nem fogunk, mert mi sose félünk semmitől. Kezd meg kicsit melegem lenni, pedig még el se kezdtük. Már forró a hangulat. Na, itt is vagyunk. Hol? Azért van ennek egy atmoszférája, és nem az a világ legmegnyugtatóbbja. Na várjatok, fölmegyek. Hű, de ködös itt minden, hát én nem látok semmit. Tök jó, hogy egy ilyen lukba jöttem. Az bánt? Csak nem. Na, amúgy nagyon tetszik. Elég vagány. Na nézzük, van nekünk itt könyvünk. Tutoriál. Jaj, de jó. Szóval elvileg a reggel az sokáig tart, az éjszaka az rövidebb idő lesz, de elég durva. Fú, ez a zene, hát rendesen rosszul vagyok. Az mi? Ez mi? Ez egy hulla. Jaj, bocsánatom, úgy ezzel nem kéne nevetni, de olyan aranyosan. Fejre esett. Ki lehet ezt ütni? Mi van, Józsi? Így maradtál a jogába? Bocsánat, nem akartam, elnézést. Bocsánat, nem tudtam. Nem tudtam. És kaptam sok is sütit. Új, gyerekek, azért ez... Kicsit megijedtem, tudod? Jó van. Ú, nézzétek, megkaptuk a fejét. Csontváz koponya. Felvesszük, akkor nem fog minket bántani. Anyás, de menő, nézd már! Hát ez nagyon menő. Miért pókhálós az inventorim? Na, lehet, ki lehet itt szedni ezeket? Hát lehet itt gyertyát lopni. Nem tudom, mi ez, remélem nem egy emlékmű vagy sírhely. Kezdjük el, mert így nagyon meg fogunk halni. Biztos meg fogunk amúgy halni, csak próbáljunk meg tenni ellene, hogy ne. Úgyhogy valami házat gyors össze kéne itt rittyenteni. Amiben majd el tudunk bújni, hogyha esetleg jönnek este a szép dolgok. Jézusom, ne idegesíts! Ja igen, amúgy egy évig fog tartani, mire én ezt megcsinálom, úgyhogy biztosra veszem, hogy az első éjszakát nem fogjuk túlélni. Amúgy ott van lent, bal sarokban, az agyam. Ha! Legalább ott. Ú, de menő volt ez. A sanity elvileg megy majd le, hogyha történ egymás. Hát nekem már lement egy kicsit a sanity, úgyhogy várjátok, iszom. Várjál, nekem kőkart kell, úgyhogy gyorsan szedjünk követ. Fú, nekem nagyon hangos a játék, de nem baj. Nem baj. Nem félünk. No problem. Kell nekünk szén, mert csak 8 fákjánk van, az nekünk nem elég. Amúgy az a baj, hogy nem vagyunk biztonságban reggel se, úgy tűnik, mert ellenségekkel vagyunk körülvéve.
Gondoltuk belőle, hogy mi lesz, hogyha este van. Van egy olyan érzésem, hogy hiába építek majd egy házat, nem leszünk biztonságban, igaz, Malasz? Itt egy izé. Tojás, kösz csirke. Most már jöhet bárki, hát én nem félek! Vadállatok. Opa. Jaj, nézd már, de aranyos. Add vissza! Te menő is ott lebeg. Na jó van, ez tetszik, tetszik. Mit szerettem volna csinálni? Ja, igen. Egyért. Nézd már, milyen szemed van. Gomb szeme van. Hallod, nézd ide. Nézd ide. Mi? Nekem jött a disztó. Úristen! 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 Mi? Az egész familián. Oh, Jesus Christ. Nincs sütim. Új, 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 új! Várjatok! Várjatok! Jajaj! Megölnek a disznók! 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 Ne haragudjatok, nem fogok többet ilyet csinálni, jó? Hát ezek jönnek. Ha én nem gondoltam volna, hogy a disznók az egyik legnagyobb ellensége a játékban, akkor mindegyik állat ki akar nyírni, hogyha a barátját megölöm? Nem, már én nem érem el őket. Haj már meg, hát! Elég volt, malacka, menjél haza, mi van, mici mackó, meg bolondított, vagy mi? Hagyjatok már! Jó, ugyanis több. De hogy nem, gyere, persze, gyere, te Isten! Most a világ összes disznóját magamra haragítottam? Vagy mi van? Miért lebegnek ezek így? Nézd, ott egy híd! Hűha! Várjatok, mert még el sem kezdtem játszani. És már is találtam valamit, ami meg fog ölni. Mi az ott? Nézd már, de menő. Ugye? Nem bántalak, bocs, tanultam belőle. Hát az ott mi? Hú, olyan köd van, hogy én... Az egy falu? Vagy ott meghalunk. Kis lámpás. Hú, ez tetszik. Persze, ijesztő zene. Jól van. Én amúgy nagyon meg fogok halni. Menj innen, mert sokan vagytok. Amúgy nagyon aranyosak vagytok, de mégse. Kezd lemenni a nap, és ez nem jó. De menő hangzott. Várjátok, nekem sürgősen kell... fa. Gyorsan szedjünk fát, és utána elbújunk, hogy túléljük legalább az első éjszakát, mert így nem fogjuk. Adjad már! Nézd már, ott van ugli-bugli! Ott is egy híd. Oda el kell menni. Kíváncsiuk. Menj innen, mert megütlek és meghalok miattad. Hát nem tudok enni. Hülye gyerek. Jaj, de szépek ezek a virágok. Valami nyugodtabb zenét is adnék egyébként, mert ez nem tetszik így. Kevésbé sem érzem magam biztonságba. Sőt, kimondottan úgy érzem, hogy figyelnek. Fű, de hülye vagy, megijedtem, hogy valami tízés susog. Az mi? Megijedtem a nyuszitól. Halljátok, én ebben a játékban, ha már az állatoktól félek, akkor mi lesz itt a szörnyeknél? Amúgy az agyam nem oké. Kezdem elveszíteni a kontrollt. Az mi? És miért sebződöm folyamatosan? Jó van, én nem játszom ezzel. Úgy tűnik, nem tudunk csak úgy csinálni. Mi a zene? Hogy tudom megsütni a disznót? Valami izé kell hozzá, de nem a kemence. Na nézzük, mit tudunk bárkácsolni. Ah!
Jó, oké. Megvan, megvan. Kicsit beljebb megyünk, nem férünk el. Nyugi! Nem halunk meg. Nem látok semmit. Nem tudom, mik ezek a léptek, de nem tetszik. Halljátok, én szerintem azért hallok ilyen hangokat, mert egyre jobban megbolondulok. Rá kell jönnöm a halálom után, hogy hogy kell ezt lerakni. Kell, szerintem kell még hozzá az a cucc. Ez. Várjál, figyelj, ez. Berakok ide mindent. Még halálom előtt gyors. Csinálok mi. Gyere! Meghaltam. What are these sounds? Hát, mert megbolondulok. Eljön értem a halál. Herobrine, gyere rám! Gyere, nekem már mindegy, ilyen halok, mert nem tudom, hogy hogy kell feldarabolni a virsliket, vagy mi ez, malacokat. Én olyan jó munkás ember vagyok, hogy halálom előtt is dolgozom. De már nem látok semmit. Szerintetek, hogyha megbolondulok, akkor meghalok, nem? Szerintem valami eljön, értem. Úristen, nagyon menő, hogy már kezdek. Kicsit nem látok sem. Úristen, már nem látok. Teljesen megbolondulok, pszichiátriára visznek. Leave me alone. Mondom, tényleg. Megbolondultam. Amúgy ez tükrözi a valóságot is. Herobrine, kérlek, ha itt vagy, hozz nekem egy kis csokis sütit. Lehet, nem is halok meg. De, csak meghalok. Megvárom, jó? Más nem tudok csinálni. It's one, two, three, four. Számolunk? Egy, kettő, három, négy. Te kis gyuszi, hová mégy? Vigyétek már el, hát nem bírom már ilyen sokáig. A jó tündér eljöhetne. 5, 6, 7, 8, 9, 10, juhú! Jó van még számolni, mondjuk tudok. Annyira nem bolondultam meg. Visszaszámlálás, eljön már értem a kaszás. Cselele. Jaj, de megijedtem, hogy valami felrobbant, de tud, hallucinálok már, ezt hallom csak. Bele fogok őrülni. They are in my head. Hát, szívem. Tudom milyen ez. Too loud, too loud, túl hangos. Belepusztulok. Hogy hallja, hogy ilyen lassan meghalni. Hát, malacok elé vethettem volna magam, az gyorsabb. They are in my head. A fejemben vannak. Megölnének már? Na, lement az agyam teljesen. Meghalok? Kinyírom magam? Why won't they go away? Miért nem mennek el? Hello? Úgy tűnik, a semmire vártam. Eltűnt az agyam, és még így is tudunk játszani. Jó, már csak ezt kell kitalálnom, hogy... Hova? Puty! És menjek, nyírassam ki magam. Kukucs. Hello? Te vagy a kaszás?
Ott vagyok. Elvehetem saját magamtól a cuccaim. Nagyon jó. Nézd el, hogy kifeküdtem. Itt fekszem. Hát ez hatalmas. Ott vagyok. Közben rájöttem az igazságra, hogy hogy kell craftolni. Nagy nehezen meg kellett keresnem, mert egyébként amúgy a taskba azt mondja, hogy elértem már, és meg kellett volna kapnom. De nem kaptam meg. De lehet csak hülye vagyok. Na mindegy. Szóval figyeljetek, figyeljetek, olyan mutatványom lesz itt. Kell ide hely. Ja, és amúgy igen, hülye vagyok, mert itt van minden leírva. Hol? Gyere ide. Itt van amúgy minden leírva, hogy 40 percig tartanak a napok. 40 perc hosszúak. Az esték pedig 20 perc hosszúak, és van ugye sanitink, szóval a sötétben kell félnünk, meg minden, mert ott ugye lemegy, bla bla bla, és akkor itt írja ugyanúgy, hogy a passzív mobok, szóval mindenféle állat ugyanúgy visszatámad, ugyebár C-vel tudunk kúszni, mászni, szóval értitek, itt van minden, csak elfelejtettem elolvasni. Na, kell nekem hely, hogy a malacot meg tudjuk sütni. Na, várjál. Ú, de király! És akkor, ha jól tudom... Ha, így! Figyelj! Ezt nézd! Hát ez nagyon tetszik! És rendesen sül a malac. Ajaj! Megy rá a nap. Most nekem nem tetszik. Vajon túléljük? Ide rakom. Puty. Na, süssünk még malacot, én azt mondom. Fú, nagyon para ez a zene. Remélem nem jön értem el még senki, amíg én itt izé... sütögetek. Köszi! Azta! Jó sötét van, hallod-e? Ember! Mi vagy te? Jani, menj már! Eljött értem a sorozatgyilkos. De mi? Miért nem... Nem lehet aludni ebbe a játékba? Jó, mi történt velem, Timmy? Nem érzem magam biztonságban még így se. De hogy jutott be? És mik csúszkálnak kint? Szóval nem aludhatok, annak sok értelme nincs. Miért nem? Már megint itt vagy, komolyan! Látok. Gyerekek, én nem látok. Hol vagyok? Jó, de én nem tudok mit csinálni, mert nem látok semmit.
Halló? Valaki? Jújúj! Én nem fogom túlélni ezt a 20 percet, csak mondom, azt se tudom, hol vagyok! Ott valami ég. Mi liheg mögöttem? Az mi? Nem látok semmit! Az egy ház? Jó van, figyeljetek, kipróbáltuk. Az a baj, hogy egyszerűen egyedül így nem lehet játszani. Egy, nem tudtam aludni. Kettő, nem... Szóval olyan szinten sok szörny jött rám egyszerre, hogy fel nem tudom fogni. Ráadásul nem is látok. Szóval ez a 221 mód egyszerre szerintem már játszhatatlan. Nagyon-nagyon sok. Nem tudom, hogy nektek hogy tetszik, szerintem ha többen játszotok, akkor élvezetesebb, mert talán nem haltok így meg, de tényleg én így nem tudok dolgozni, nem tudok dolgozni se igazából így benne, mert nem látok semmit. Úgyhogy köszönöm szépen azért, hogy velem tartottatok és megnéztétek. Hát figyeljetek, nem tudtam sok mindent megmutatni sajnos, mert így igazából meg kéne várnom ezt a 20 perc éjszakát, de az a baj, hogy meg fogok halni. Nem tudom, hogy lesz belőle még rész, nem hiszem, mert nem fogok tudni sose újra életni rendesen, de azért megnéztem, és hogyha találok még módokat, akkor majd nézelődöm. De addig is köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!